Brüsszelben semmibe vették az európai emberek akaratát, így értékelte Orbán Viktor a tegnapi uniós csúcsot. Tegyük naggyá Európát, ez lesz a jelmondata a július 1-én kezdődő magyar uniós elnökségnek. Fokozódik a hőség, holnaptól szombat éjfélig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lép életbe. És az egész ország várja a holnapi német-magyar EB mérkőzést, ismét megtelnek majd a szurkolói zónák, és Stuttgartban is nagyon sok magyar lesz. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en, Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! Nem állapodtak meg tegnap az uniós intézmények vezetőiről az Európai Unió állam és kormányfői. A nem hivatalos munkavacsorán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökéről, illetve a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő személyéről tárgyaltak. Bár döntés nincs, sajtóhírek szerint van rá esély, hogy Ursula von der Leyen maradjon a bizottság elnöke, és a többi pozíció ügyében is átviheti akaratát a többség. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, Brüsszelben semmibe vették az európai emberek akaratát. Úgy fogalmazott, a néppárt ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, alkut kötöttek és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. Jó hangulatban bizakodva érkeztek hétfőn este az állam és kormányfők Brüsszelbe, arra az informális találkozóra, ahol a következő uniós ciklus vezetőiről tárgyaltak. A cél az volt, hogy döntsenek arról, ki legyen az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke, valamint az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A legtöbbjüknek nem volt kétsége afelől, hogy a döntés gyors lesz. Biztos vagyok benne, hogy a dolgok gyorsan fognak haladni, fogalmazott Olaf Scholz német kancellár. Nincs megállapodás, ezt az Európai Tanács elnöke jelentette be az éjszakába nyúló tanácskozás után. Charles Michel szerint ugyanakkor fontos tárgyalás zajlott. A találkozó jó alkalom volt a véleménycserére, az európai parlamenti választások eredményének áttekintésére, mondta az Európai Tanács elnöke. Az EU vezetői nem tudnak megegyezni Ursula von der Leyen második ciklusáról, írta a találkozó kapcsán a Politico. Alapinformációi szerint heves viták folytak. Az újságnak nyilatkozó diplomaták azt mondták, az EU vezetői hétfőn este nem támogatták Ursula von der Leyen újabb európai bizottsági elnöki megbizatását, annak ellenére, hogy Emmanuel Macron francia és Olaf Scholz német elnök az elmúlt napokban biztosította őket arról, hogy közel állnak a megállapodáshoz. Brüsszelben semmibe vették az európai emberek akaratát, ezt írt a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök az uniós csúcs kapcsán. A kormányfő kiemelte, az EP választáson a jobboldali pártok megerősödtek, de a néppárt ahelyett, hogy hallgatott volna a választókra, alkut kötött a baloldallal és a liberálisokkal, és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. A kormányfő hangsúlyozta, tovább fogják támogatni a migrációt, és még több pénzt és fegyvert küldenek az orosz-ukrán háborúba. De mi ebben nem nyugszunk bele. Azok a pártok, amelyek felelősek voltak az elmúlt 5 év elhibázott politikájáért, megpróbálják megkerülni az európai választópolgárok döntését. Ezt pedig a miniszterelnök politikai igazgatója mondta. Orbán Balázs rámutatott, egy olyan koalíciót akarnak létrehozni, ami ellentétes a változásra vonatkozó igénnyel. Magyarország ezzel nem ért egyet. Mi úgy látjuk, hogy ez az elvtelen koalíció a néppárt, a szocialisták és a liberálisok között ez a tegnapi nap folyamán létrejött, és egy belső egyeztetés, belső marakodás zajlik a pozíciók leosztása kapcsán, ezért nem született végső döntés, de ők úgy számolnak, hogy ezeket a belső vitákat a többiek kirekesztésével a következő hetekben le tudják folytatni, és ennek eredményeképpen fogják közölni a döntésüket a többiekkel. Orbán Balázs hozzátette, hazánk továbbra is azon dolgozik, hogy létrejöjjön az európai szuverenisták politikai csoportosulása, ami azért fog küzdeni, akár ellenszélben is, hogy Brüsszelben változás legyen.
Az esti csúcs előtt Orbán Viktornak több találkozója is volt. A miniszterelnök többek között Mark Rüttével is egyeztetett. A leköszönő holland kormányfő ígéretet tett arra, hogy ha a NATO főtitkárának választják, kihagyja Magyarországot az Ukrajnát támogató NATO tevékenységekből. Valóban beszéltem Orbán Viktor miniszterelnökkel, jót beszélgettünk. Szóba került Jens Stoltenberg főtitkár múlt heti budapesti látogatása is. Ha én leszek a következő NATO főtitkár, követni fogom azt az irányt, amiről szó volt. Szögezte le Mark Rutte, aki ígéretét írásba is adta. A találkozóról Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán írt. Emlékeztetett, az EP választások után fontos megállapodásra jutott a NATO főtitkárával, ami értelmében a szervezet ukrajnai tevékenységében magyarok nem vesznek részt, és ezek támogatására nem használnak fel magyar forrásokat. A kormányfő hozzátette, a brüsszeli találkozót követően Mark Rutte holland miniszterelnök megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja ezt a megállapodást, és ezt fogja folytatni, amennyiben ő lesz a NATO következő főtitkára. Orbán Viktor leszögezte, fogadalmának fényében Magyarország kész támogatni Mark Rutte miniszterelnököt a NATO főtitkári poszt megszerzésében. Egyetért Magyarország soha nem látott mértékű megbüntetésével az Európai Parlamentben formálódó néppárti szocialista liberális koalíció. Erről beszélt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a tegnapi uniós csúcs után. Emlékeztetette, az Európai Bíróság nem csak megbüntette 80 milliárd forintra Magyarországot a migrációs politikája miatt, hanem arra is kötelezne minket, hogy bontsuk le azt a határvédelmi rendszert, ami Európában egyetlenként képes megállítani az illegális bevándorlók áradatát. Migránsokkal teli hajó érkezik a Kanári-szigetekre, Spanyolország partjainál mindennapos látvány. A Frontex adatai szerint itt nőtt a leginkább az érkezők száma, idén háromszor annyian jöttek, mint tavaly. Olaszországban sem jobb a helyzet, itt az év első 5 hónapjában több mint 21 ezeren próbáltak meg az unió területére jutni. Lampedusánál néhány hete az éleple alatt bevándorlók tucatjait vitték partra a civil szervezetek, és nem ez volt az egyetlen akciójuk. A sziget befogadó tábora szinte folyamatosan tele van. Illegális bevándorlók ezrei tartanak jelenleg is Európa felé. Ez jól látszik a nyugat-balkáni útvonalon is. Belgrádban vannak napok, amikor szinte minden padon bevándorlók ülnek ebben a parkban. És a magyar határhoz is kezdenek visszatérni a migránsok. Erről a helyiek beszéltek az M1-nek. Unnan jönnek, mikor a rendőrök kint állnak palicson. És mégis sikerül nekik eljutniuk? Igen. Valami más úton mennek a taxisok. Szinte napra pontosan egy éve a magyar-szerb határnál órákon át ropogtak a fegyverek. Migránsok csaptak össze, 3 határsértőt lőtt sebekkel szállítottak a szabadkai kórházba. Az ilyen esetek rendszeresek voltak, csak úgy, mint a kerítést védő magyar rendőrök elleni támadások. Az illegális bevándorlók kövekkel, botokkal, farönkökkel dobálták a hatóságokat és a járműveiket. Néhány évvel korábban pedig még ennél is rosszabb volt a helyzet, amikor Magyarország megépítette a kerítést és lezárta a határait a migránsok előtt. Röszkén zavargás tört ki. Magyarország Európában az első között kezdte védeni a határait az illegális bevándorlók ellen. Brüsszel szerint viszont a lépések egy része jogsértő volt. Az Európai Bíróság múlt hét csütörtökön így arról döntött, hogy hazánknak 80 milliárd forintot kell fizetnie azért, mert szerintük hazánk nem tartja tiszteletben az uniós jogszabályokat, többek között a nemzetközi védelem megadására vonatkozó eljárásokban. Az ítélet azt is tartalmazza, hogy ha nem fizet Magyarország, akkor naponta további 400 millió forinttal nő a bírság. Maga a kereset is torkavéres, az ítélet meg egyszerűen felháborító. Az Európai Bíróság döntése felháborító, erről ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt a Kossuth Rádióban. A századvég tanácsadója úgy fogalmazott, a testület már rég nem szakmai, hanem politikai alapon dönt Magyarországról. Ez egy belpolitikai támadás is. Itt 2 érvet hoznék föl ennek alátámasztására. Az egyik az, hogy az európai parlamenti választásokat követően hozták nyilvánosságra hivatalosan az ítéletet. A másik pedig, hogy ez az összeg azért, ahogy szokták mondani, már szabad szemmel egy távolabbról is látszó mértékű szankció, amelynek az a lényege nyilvánvalóan, hogy a gazdasági folyamatokba is belekotorjon, belepiszkáljon Magyarországon. Soros György bírósága
hozta meg ezt az ítéletet. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken vérlázítónak nevezte a brüsszeli döntést, és hozzátette, Soros György bírósága hozta meg ezt az ítéletet. Magyarországnak fel kell készülnie arra, hogy nagyon jelentős háborúpárti és migrációpárti nyomás alatt lesz a következő években is. Erről pedig már a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt Brüsszelben. Elképzelhető, hogy olyan intézményi vezetés lesz a következő ciklusban is Európának, amelyik egy háborúpárti álláspontot foglal el, amelyik egy migráció barát álláspontot foglal el, és ami számunkra talán még inkább fontosabb és elfogadhatatlan, hogy feladatának tekinti, hogy nyomást gyakoroljon a békepárt és a migráció ellenes kormányokra, így Magyarország kormányára is. Orbán Balázs hozzátette, Magyarország nem fog eleget tenni a követeléseknek, hazánk keresi az együttműködés lehetőségét azokkal a pártokkal, amelyek hisznek egy szuverén Európában, és abban is, hogy a migrációval szemben lehet eredményesen küzdeni. Tegyük naggyá újra Európát. Ez lesz a jelmondata a július 1-én kezdődő Magyar Uniós elnökségnek. Bóka János, uniós ügyekért felelős miniszter úgy fogalmazott, a magyar elnökségnek Európa békéjét és biztonságát kell szolgálnia, Európa valódi problémáira pedig valódi megoldásokat kell keresni. Hozzátette, a jelmondat aktív és cselekvő elnökségre utal, egyúttal azt is szimbolizálja, hogy együtt erősebbek vagyunk, mint külön. Make Europe Great Again, magyarul tegyük Európát újra naggyá. Ez lesz a jelmondata a júliusban kezdődő magyar uniós elnökségnek. Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter azt mondta, a Soros elnökség ugyan kötelezettség, azonban a magyar kormány lehetőségként tekint rá, hazánk ugyanis cselekvő elnökségre készül. A magyar elnökség jelmondata tegyük naggyá Európát, angolul Make Europe Great Again. Jelmondatunk aktív, cselekvő elnökségre utal. Megjeleníti azt a várakozást, hogy együtt legyünk erősebbek, mint külön-külön, és együtt is mindannyian megmaradhassunk annak, akik vagyunk. Megjeleníti azt a felfogást, hogy Európa átalakuló világunkban önálló globális szereplővé tud válni. Bóka János elmondta, a magyar elnökségnek Európa békéjét és biztonságát kell szolgálnia, emellett Európa valódi problémáira valódi megoldásokat keres majd. A miniszter beszélt azokról a területekről is, amelyekben a magyar elnökség idején szeretnének előrelépni. Ezek közé tartozik egy új európai versenyképességi megállapodás kidolgozása, az európai védelmi ipar megerősítése, az unió külső határvédelmének megerősítése és az illegális migráció kezelése, a kohéziós politika jövőjének alakítása, gazdaközpontú agrárpolitika megvalósítása, illetve a demográfiai kihívások kezelése. Az Európai Unió tanácsának elnökségét Magyarország július 1-én veszi át Belgiumtól, és december 31-ig tölti majd be azt. Kovács Zoltán az uniós elnökség operatív feladatainak az előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos azt mondta, Magyarország a fél év alatt összesen 177 eseményt fog rendezni, amiből 16 informális miniszteri ülés lesz. De hazánk ezek mellett EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozót is szervez majd. Hozzátette, a rendezvények döntő többségének a főváros ad majd otthont. Ellentétben 2011-el, amikor a főhelyszínt, a lebonyolítás főhelyszínét ugye Gödöllőre vittük, most a főhelyszínen vagyunk, a Várkert Bazár szolgára főhadiszállásként, illetve a lebonyolítás központi helyszíneként. Részben helytakarékossági, illetve hely okokból, részben pedig adottságokból fakadóan vannak olyan formációk, amelyek itt nem férnek el. Van egy második helyszínünk, ez a Bálna rendezvényközpont. Kovács Zoltán azt is mondta, a magyar uniós elnökség logója a Rubik kocka lesz, amely a magyar innováció egyik szimbóluma. Emellett a kocka azt is kifejezi, hogy ugyanaz EU 27 tagállamból áll, de képesek közös nevezőre jutni. Akár már augusztus végén szolgálatba állhatnak az F-16-os vadászgépek Ukrajnában, akkora ér ugyanis véget a pilóták gyorsított képzése Franciaországban. A nyugatról érkező rakétákat pedig már most is bevetik. Oroszország déli részén egy olajtárolótér találat. Közben egy orosz légitámadás miatt több tízezeren maradtak áram nélkül Kelet-Ukrajnában. Hatalmas lánggal égtek az olajtárolók kedden az Oroszország délnyugati részén fekvő Azovban. A tűzoltásról a Moszkvai Vészhelyzeti Minisztérium közölt felvételeket. A tárca közlése szerint mintegy 5000 köbméter olaj gyulladt ki, miután ukrán dróntámadás érte a telepet.
A határ túloldalán a kelet-ukrajnai pol továbban is sok a dolguk a tűzoltóknak, miután a településen orosz rakéták csapódtak be hétfőn. A légitámadás a lakóházak és a járművek mellett az elektromos vezetékekben is kárt tett, mintegy 53 ezer család és csak nem 2400 vállalat maradt áram nélkül a térségben. Felderítő repüléssel kezdődik az ukrán 25. különleges légi deszandandár minden bevetése, az egység ugyanis drónokkal támadja az orosz csapatokat. A távirányítású eszközökből egy nap alatt akár 40-et is elhasználnak, mert egyenesen az ellenséges célpontoknak vezetik a gépeket. A drónokra szerelt bombák a katonák szerint egy tankfalát is képesek átütni. Egy 10 hüvelykes drón akár egy 3 kg-os töltetet is fel tud emelni. Egy ilyen újra tölthető lövedék alkalmas páncélozott járművek, például harckocsik megsemmisítésére, magyarázta egy ukrán katona. Hiába próbálják azonban távirányítású eszközökkel csökkenteni az emberveszteséget, így is egyre nehezebb pótolni az elesett, megsérült vagy kimerült ukrán katonákat a fronton. Kijevben toborzó tisztek járőröznek például a járműregisztrációs központban, azok után kutatva, akik eddig nem jelentkeztek a hivatalos katonai nyilvántartásba. Egy nap alatt az ukrán főváros több negyedét is átfésülik, katonaköteles korú férfiak után kutatva. Most a Toulouse utcai piachoz tartunk ellenőrzésre. Én megértem, hogy az emberek félnek, csak egy őrült nem tartana a háborútól. Az emberek tisztában vannak azzal, hogy ha behívják őket, akkor a kiképzés után nagy eséllyel egyenesen a harctérre küldik őket, mondta egy sorozó tiszt. A piacon nem fogadják lelkesen a toborzókat, a járókelők közül sokan telefonálnak, hogy figyelmeztessék ismerőseiket a razziára. Az árusok sem örülnek a hatóságoknak, mert elüldözik a vásárlókat. Én nem igazán helyeslem, hogy itt járőröznek. Már láttam, ahogy erőszakkal tuszkolnak be embereket az autókba. Nekem is van két fiam, nem azért hoztam őket a világra, hogy már is meghalljanak, vélekedett egy kereskedő. Közben a francia közszolgálati televízió arról számolt be, hogy jól halad az ukrán pilóták kiképzése a nyugat-európai országban, ahol 10 katonának tanítják meg az F-16-os vadászgépek használatát. Bár a kiképzés általában 18 hónapig tart, ezúttal 6 hónapra csökkentették a felkészítés idejét. A franciák által oktatott pilóták így már augusztus végére felszállhatnak a modern harci repülőkkel, amelyekből Ukrajna 65 darabot kap még a nyáron. Bár Magyar Péter hónapokon át bizonygatta, hogy semmiképpen nem veszi fel az európai parlamenti mandátumát, most úgy tűnik, pillanatok alatt megszegi az ígéretét. Erről ír a Magyar Nemzet. A lap szerint Brüsszelben a politikus 7-8 millió forintos havi jövedelemre tehet szert. Korábban a Mandiner birtokába került egy tavalyi üzenetváltás, amelyben Magyar Péter az EP képviselőséget kamuállásnak nevezte. Én fogom vezetni ezt a listát, de én nem tervezem, hogy kimegyek Brüsszelbe. Az európai parlamenti választások előtt Magyar Péter több utcafórumon és különböző portáloknak adott interjújában rendre hangoztatta, ha a pártja bejut az EP-be, nem veszi fel az európai képviselői mandátumot, nem megy ki Brüsszelbe. Nyilatkoztam már korábban, hogy az európai parlament biztos, hogy nem ülök be. Ön azt mondta, hogy nem fog Brüsszelbe és Strasbourgba politizálni. Én fogom vezetni a listát, de én nem fogok kimenni Brüsszelbe, ezt megígérhetem. Hello Brüsszel! Saját magát cáfolva kedden ezt a fotót osztotta meg közösségi oldalán. Magyar Péter Brüsszelből az Európai Parlament épülete mellől posztolt. Hétfőn a közösségi oldalán megszavaztatta a szimpatizánsait arról, hogy felvegye-e az európai képviselői mandátumot vagy sem. A voksolók többsége szerint pedig be kellene ülnie az Európai Parlamentbe. Pedig egy tavalyi levelezés tanúsága szerint Magyar Péter egyáltalán nem tekinti munkának az európai parlamenti képviselőséget. Az üzenetet a Mandiner hozta nyilvánosságra, Magyar Péter akkor a portál szerint így fogalmazott egy ismerősének. Képviselőként elég 2 hetet kint lenni. A legnagyobb kamuállás a világon havi 20 000 euróért. A Mandinerhez Magyar Péter ismerőse juttatta el az üzenetváltásukat. Állítása szerint azért, mert felháborítja, hogy miközben Magyar Péter az egész kampányban politikai megváltóként próbált tetszelegni, saját EP listát indított, sőt, ő vezette azt, aközben néhány hónapja még nagyon sarkos véleménye volt a brüsszeli munkáról, gyakorlatilag semmiben nézte azt, és egyfajta kifizetőhelyként tekintett rá. Én a továbbra is úgy tervezem, hogy a piacról fog megélni. Magyar Péter már politikai karrierjének legelején, vagyis nagyjából 3 hónapja is ellentmondásba keveredett magával. Egy interjúban azt mondta, nem tervezi, hogy politikus lesz. Nem készülök arra, hogy akár 3 hónap múlva, akár fél év múlva bármilyen fizetett politikai
státusom lenne. Egy hónap sem telt el ezután, és Magyar Péter mégis egy párttal elnöke lett. Hogy azután listavezetőként elinduljon az európai parlamenti és a fővárosi önkormányzati választáson is. Felvette az Európai Néppárt EP frakciója Magyar Péter pártját. Az erről döntő szavazás előtt nem sokkal Magyar Péter nem csak a néppárt vezetőivel, hanem Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével is találkozott. Az Origo ezzel kapcsolatban emlékeztetett, a háborúpárti Roberta Metsola az elmúlt években rendszeresen szorgalmazta a migránsok betelepítését, lelkes támogatója az LMBTQ lobbinak és minden Magyarország elleni határozatot megszavazott. Baráti megbeszélés az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsola képviselőasszonnyal. Kedden posztolta ezt a fotót és az idézett szöveget Magyar Péter a közösségi oldalán Brüsszelből. Magyar Péter azzal a Roberta Metsolával tárgyalt, akiről az elmúlt években kiderült, tömegesen telepítene be migránsokat Európába, és az orosz-ukrán háború folytatása mellett lobbizik. Az Európai Parlament új elnöke, Roberta Metsola, a gender és LMBTQ lobby, az illegális migráció következetes támogatója. 2022-ben így számolt be az Origo a máltai politikus hivatalba lépéséről. Idéztek az Alapjogokért Központ elemzéséből, amely szerint az Európai Néppárt politikusa az elmúlt években többször javasolta az illegális migránsok tagállamok közötti szétosztását. Nem az erős külső határvédelmet, hanem a kontrollálatlan bevándorlást támogatja. Magyarország háborúpárti ellenségei Brüsszelben, Roberta Metsola. Ez egy másik Origo cikk címe 2023-ból. A Magyar Péterrel most közös fotón szereplő európai parlamenti elnök az ukrajnai Lviv városában azt szorgalmazta, hogy az uniós tagállamok küldjenek még több fegyvert Ukrajna támogatására, és komolyan vegyék fontolóra vadászgépek szállítását is. De Roberta Metsolának Magyarországról is megvolt a véleménye, ugyanis árnyék jelentéstevője volt a hazánkat támadó sargentini jelentésnek, amely Magyarország vonatkozásában a hetes cikk szerinti eljárás megindítását kérte a tanácstól. Roberta Metsola egyébként pont annak az Európai Néppártnak volt a jelöltje, amelyhez Magyar Péter szeretne csatlakozni az Európai Parlamentben. A csatlakozást pedig a néppárt elnöke is támogatja. Manfred Weber Brüsszelben újságíróknak nyilatkozva kijelentette, támogatja a Tisza párt csatlakozási kérelmét az EPP párt családjához. Az Európai Néppárt elnöke azt mondta, jó látni, hogy az a párt, amelyik felteszi a szükséges kérdéseket Magyarországon, most csatlakozik az Európai Néppárt korrupció ellenes és jogállamisággal kapcsolatos fellépéséhez. Kedden Magyar Péter Brüsszelben az Európai Néppárt vezetőivel is egyeztetett. Utána arról beszélt, hogy a magyar emberekért szeretnének dolgozni. Olyan bizottságba fogunk bekerülni, amelyek fontosak a magyar embereknek, ilyen az energia, a környezetvédelem, a versenyképesség, a mezőgazdasági bizottság, és mindent el fogunk követni, hogy a magyar emberek életszínvonalát növelhessük, és egyébként, hogy az EU-t valamennyivel közelebb hozzuk a magyarokhoz. A találkozó után az EPP közölte, hivatalos határozatot hoztak arról, hogy Magyar Péter pártjának EP képviselői az Európai Néppárt képviselőcsoportjának tagjai lesznek. A KDNP kilép az Európai Néppártból és annak frakciójából, miután az EPP felvette a tagjai közé Magyar Pétert és pártját. Semmilyen Zsolt elnök és Hölvényi György EP képviselő azt írta, ez az EPP az identitásvesztő balratolódás következtében már nem az, aminek kereszténydemokrata alapítói megalkották. Hangsúlyozták, az Európai Néppárt háborús doktrinája ellentétes azzal a béke melletti elkötelezettséggel, amiért annak idején magát az Európai Uniót létrehozták. Torockai László átadta az európai parlamenti mandátumát Borvendék Zsuzsannának, a Mi Hazánk elnöke Magyar Péternek üzenve azt írta, van, aki nem tudott lemondani a havi körülbelül 7 millió forintos jövedelemről és a rengeteg egyéb juttatásról, és egy irányított szavazással ígérete ellenére megtartotta magának az EP mandátumot. Őrizetbe vették Óbuda baloldali alpolgármesterét, tudta meg a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a hatóságok a ma reggeli házkutatások közben vették őrizetbe Ceglédi Gergőt, a baloldali összefogás politikusát. A központi nyomozó főügyészség az MTI-vel azt közölte, hogy vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást, és délelőtt több helyszínen, köztük a harmadik kerületi önkormányzatnál folytak eljárási cselekmények. Márciusban is volt egy hasonló akció Óbudán, akkor 4 embert vettek őrizetbe.
Reagált a DK-s vezetésű Óbuda Békásmegyeri polgármesteri hivatal. Azt írták, az önkormányzat minden egyes szerződése szabályos és valós teljesítésen alapul. Ez kizárja a jogszerűtlenséget és a fiktivitást. Továbbra sem jogerős a főpolgármester választás eredménye, miután több beadvány is érkezett a kúriához. Bár Karácsony Gergely mindössze 41 szavazattal nyert, mégis az eredmény megsemmisítését kérte, állítólagos visszaélések gyanúja miatt. És folyamatban van Vitézi Dávid kérelmének elbírálása is, aki főként a DK-s vezetésű 4. és 7. kerületi szabálytalanságok miatt fordult a bírói testülethez. Ugyanakkor a szoros eredmény miatt indokoltnak tartaná az összes érvényes szavazat újra számlálását is. Június 9-én rendben megtartották a főpolgármester választást Budapesten, egy időben az európai parlamenti választással. Késő éjszaka, inkább hétfő hajnalban derült ki, hogy Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal szerzett többet, mint Vitézi Dávid. Reménykedve nézünk a jövőbe, és tudom azt, hogy még lesz egy kis húzamona. Sokan már akkor sejtették, hogy több jogorvoslati eljárás indul azért, mert a szoros eredmény mellett kiugróan magas volt az érvénytelennek ítélt szavazatok száma. Több ezer bejelentést kaptunk. Vitézi Dávid a választás után azt állította, hogy tévesen érvénytelenítettek szavazatokat, ezért az összes ilyen szavazólap újra számolását kérte. Ez meg is történt, amiután Karácsony Gergely előnye mindössze 41 szavazatra olvadt. Vitézi Dávid ezek után már azt vetette fel, hogy indokolt lehet az összes érvényes szavazat újra számolása is. Ez nagyjából 775 ezer voksot jelent. Vitézi Dávid egyébként a 4. és 7. kerületre vonatkozóan beadott egy jogorvoslati kérelmet is. Ha azoknak a kúria helyt ad, az megismételt szavazást jelentene a két város részben. Vitézi Dávid a közösségi oldalán osztott meg olyan fotókat, amik szerinte igazolják, hogy megtévesztették a választókat. Arról írt, hogy szándékosan vékony 0,3 és 0,5 mm tűvastagságú tollakkal húzták át, szinte láthatatlanul Szentkirályi Alexandra nevét a két DK-s vezetésű kerületben. A Nemzeti Választási Bizottság múlt héten elutasította Vitézi Dávid kérelmét, ő azonban a kúriához fordult. A választás egész Budapesten való megismétlését fogom kezdeményezni. Karácsony Gergely pedig a főváros teljes területén új szavazást akar. Közösségi oldalán azt írta, az érvénytelen szavazatok újra számolásakor az derült ki, hogy a budapesti szavazókörök csaknem felénél nem volt garantálva, hogy az újra számolásra úgy érkezzenek meg a szavazólapok, ahogyan a választás éjjelén a szavazatszámláló bizottság azokat bekötegelte. A fővárosi kerületek többségének élén jelenleg is baloldali polgármester áll. Elsősorban a DK-s és más baloldali vezetésű kerületekre vonatkozik. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője arról beszélt az M1-en, hogy Karácsony Gergely és Vitézi Dávid kritikái éppen a baloldali vezetésű kerületekre vonatkoznak. Szikra Levente azt is állította, hogy Karácsony Gergely valójában nem akar új választást. Olyan alibi beadványról van szó Karácsony Gergely esetében, ahogy megpróbálja azt a látszatot kelteni, hogy tartja a szavát, de valójában ő azért nem szeretné ezt a szavazás megismétlést. Ezt már csak onnan is lehet tudni, hogyha nagyon szeretné és komolyan gondolná ezt, akkor már most bejelentette volna, hogy október első napjaiban lemond a tisztségéből, és akkor nyilvánvalóan lehetővé válna az, hogy új választást tartsanak. Szikra Levente hozzátette, azért is lehet alibinek tekinteni Karácsony Gergely beadványát, mert egyrészt bizonyítani kell, hogy voltak jogsértések, másrészt azt is alá kell támasztani, hogy ezek a jogsértések hatással voltak az eredményre. Az elemző úgy fogalmazott, a demokráciára nézve károsak Karácsony Gergely állításai, mert megkérdőjelezi a választások hitelességét. Július 1-én indul az otthonfelújítási program, a korábban tervezettnél hosszabb futamidővel és többféle tevékenységre igényelhető támogatás. A kölcsönkérelmek az mfb.plusz lakossági hálózat fiókjaiban nyújthatók majd be. Az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére a kormány az eredeti elképzelésekhez képest még kedvezőbb feltételekkel nyújt visszanemtérítendő támogatást és kamatmentes kölcsönt. Jól nézzétek, meg mindjárt kapcsolom a villanyt. Ez az egyik a jelenleg több 10 000 felújítás alatt álló ház közül.
amiknek a száma júliustól még tovább nőhet azzal, hogy elstartol az otthonfelújítási program. Ennek köszönhetően az energiaügyi és a nemzetgazdasági minisztérium számításai szerint legalább 20 000 1990 előtt épült családi ház válik korszerűbbé, energiatakarékosabbá. A családokért felelős államtitkár a program bejelentése után azt mondta, ez illeszkedik a kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos politikájába. Ennek a felújításnak a keretében egy legalább 30%-nyi energiafogyasztást kell elérni. Ez illeszkedik a kormánynak abba a politikájába, hogy a rezsicsökkentéssel tartott árszínvonal még inkább hozzá tudjunk járulni, ahhoz, hogy a családok, az ilyen házakban élők igénybe tudják továbbra is, és hosszú távon is venni ezt a rezsicsökkentett árszínvonalat. A Csok Plusz és a kibővített falusi csok után a következő hónapban induló harmadik nagy családtámogatási formára, az otthonfelújítási programra 108 milliárd forintot szán a kormány. A támogatás összege egyenként legfeljebb 6 millió forint lehet, aminek egyik részét nem kell visszafizetni, a másik része pedig kamatmentes kölcsön. Ez az, ami megmaradt az eredeti elképzelések közül, ugyanakkor számos ponton kedvezőbbé tették a támogatás feltételeit. Mindenképpen kiemelném a beköltözés dátumára vonatkozó módosítást. A Híradónak nyilatkozó szakértő elmondta, az eredeti változat szerint az igénylőnek legkésőbb 2024. május 1-je óta már a felújításra váró ingatlanban kellett volna igazoltan laknia, de ezt a határidőt most a kormány június 1-jére módosította. Ráadásul nem is feltétlen a támogatás igénybevevőnek kell a házban élnie, hanem elég az is, ha közeli hozzátartozója lakik ott. Fontos változás az is, hogy a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése is bekerült a támogatható tevékenységek közé. Mint ahogy az is, hogy az új korszerű műanyag nyílászárók mellett a faszerkezetű nyílászárók beszerelését is elfogadja a program. Újdonság az is, hogy az állami segítség mértékének megállapítására szükséges jövedelem meghatározásakor figyelembe veszik az igénylővel egyháztartásban élő gyerekeket is. De talán a legfontosabb módosítás a futamidő meghosszabbítása. A kamatmentes kölcsönnek a maximális futamidejét 10 évről 12 évre növelték. 10 év mellett egy ilyen kölcsönnek a törlesztő részlete valahol 24-36 ezer forint között alakult volna. A futamidő hosszabbítása miatt viszont ez a törlesztő részlet lecsökkenne 14-25 ezer forintra. Gyakorlatilag az energia megtakarítás miatti rezsicsökkenés ezt a havi törlesztő részletet vissza is termelheti az érintett családoknak. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének számításai szerint a támogatási program mintegy 200 milliárd forintnyi feladatot jelent az ágazati, döntően mikro- és kisvállalkozások számára, ami jelentősen hozzájárulhat a szektor teljesítményének növekedéséhez. A szakmai szervezet szerint az állami segítség önerős kiegészítésével az eredetileg meghatározott 30 helyet akár 50%-os energiamegtakarítás is elérhető. Az EVOSZ becslései szerint hozzávetőleg 2,2 millió felújításra váró ingatlan van Magyarországon, ezért fontos lenne, hogy a mostani programot újabbak kövessék. Csaknem 11 ezer forinttal emelkedik a nevelőszülőknél élő gyermekek ellátását biztosító ellátmány havi összege január 1-ig visszamenőleg, jelentette be a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, így további több mint 2 milliárd forint támogatást kapnak azok az egyházi és civil fenntartók, amelyek nevelőszülői hálózatot működtetnek. Ez folytatása annak, hogy a tavalyi évben már 25%-kal megemelkedett a nevelési ellátmány, tehát ha a tavalyi 2023-as összeg előtti időszakot nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy két év alatt 50%-kal nőtt a nevelési ellátmány mértéke. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjfélkor. Az országos tisztifőorvos és a katasztrófavédelem arra hívta fel a figyelmet, hogy a várható hőség még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Ezen a héten még tart a tanév, de sok iskolában már ma úgy döntöttek, hogy inkább víz mellett töltik a napot.
Vízi akadálypályán játszanak a gyerekek ebben a zalaegerszegi élményparkban. Az Öveges József általános iskola csak nem 400 tanulója pancsolhat a hűsvízben egész nap. A vízi ágyukat próbáltam kicsúszdáztam, meg végigmentem a pályán. Pedig még nem ért véget a tanév, de azt mondják, már lezártak mindenkit, és ezt a hűséget amúgy sem lehet kibírni a négy fal között. Egyáltalán nincs kedvük tanulni, meg témazáró dolgozatot írni, meg felelni, ezért úgy terveztük már az évet, hogy év végén, az utolsó napok valamelyikén eljövünk ide az Aqua Citybe. Jól esik a friss hideg vízennél a szabadtéri kútnál a Kaposvári Városligetben. Ez az iskola is inkább kültéri sportprogramot szervezett a gyermekeknek, hogy ne kelljen a forró tantermekben ülni. Szerintem egyébként itt jobb lenni, mert itt frissebb a levegő. Ott bent most elposhadnék, mint egy alma. Itt friss a levegő is, fúj a szél is, úgyhogy szerintem itt egyértelműen jobb. Az iskola tanárai most különösen figyelnek arra, hogy a diákok igyanak elég vizet, de arra is, hogy védekezzenek a napsugarak ellen és hűtsék is magukat. Üzemelnek a párakapuk, tehát ott is lehet a hőmérsékletüket csökkenteni, tehát minden olyan rendelkezésünkre álló eszközzel próbálunk védekezni. Azokat, akik mégis az iskolában töltik a napot. Az udvaron ponyva, az épületben a légkondicionáló kóvják a hőségtől. Ebben a pécsi általános iskolában automatákból ihatnak hideg vizet a gyerekek. Vízautomaták vannak az iskolában, amiből a gyerekek erőszeretettel fogyasztanak, és az egészségtudatosság jegyében fel is hívjuk a figyelmüket arra, hogy ebben a meleg időben többször és sokat szükséges inni. Az árnyékban játszanak a kicsik ebben a Békés Csabai oviban is. A kézműves sarok, a trambulin és a homokozó mind fedett zugokban található. A folyadékpótlásra kis ivókutakat helyeztek el, de hűsítőteát is bármikor kérhetnek. Az óvónők pedig naptájjal kenik őket, amikor kint játszanak. Klimatizált helyiségek vannak az óvodában, így a gyermekek számára az optimális 23-24 fokot tudjuk folyamatosan biztosítani, majd az ébredés után mennek ki az udvarra 4 óra körül. Szerdán tovább nő a hőmérséklet, az előrejelzések szerint még a melegrekord is veszélybe kerülhet. Ezért is rendelte harmadfokú hőségriasztást már szerdán 0 órától az országos tiszti főorvos. A katasztrófavédelemmel közösen hívták fel a figyelmet, hogy a hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A nagy melegben mindenki fogyasszon több folyadékot, elsősorban vizet. A déli órákban pedig lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon, és ne feledkezzen meg a napvédőkrémek használatáról. Felkészültek a megnövekedett utasforgalomra a határátkelő helyeken. A nyári hónapokban a megszokottnál többen indulnak útnak. A rendőrség most is erre számít, így ha kell, több sávot is megnyitnak, és többen teljesítenek szolgálatot a rugalmasabb áthaladás érdekében. A vámhatóság is felkészült, ők arra kérnek mindenkit, hogy csak azt a terméket hozzák be magukkal, ami a szabályoknak megfelel. Egy átlagos nyári napon a mögöttünk lévő Röszke autópálya határátkelő helyen több mint 22 ezer utast ellenőriztek, a hétvégi csúcsidőszakban azonban ez a szám az 50 ezeret is elérte. Ahogy minden évben, ugye most előttünk álló nyári nagyforgalmi időszakban is, a legforgalmasabbak azok a hétvégék lesznek, ezért arra kérjük a tisztelt utazó közönséget, amennyibe tehetik, bár a rendezvények és a programok hétvégére esnek, próbálják meg a hétfőtől csütörtökig tartó időszakot választani a határátkeléshez. Megyfogyasztást ösztönző kampányt indított az Agrárminisztérium. Feldman Zsolt államtitkár azt mondta, Magyarországon a medgye a legősibb gyümölcsök egyike, amelynek helye van a korszerű egészségtudatos táplálkozásban. A kampány részeként a napokban országszerte szerveznek kóstolókat, különféle recepteket is közzétesznek majd. Idén egyébként jó évet zárhatnak a medgy termelők, az idei termés biztosan fedezi a belföldi szükségletet. Rázógéppel szüretelik a megyet Hevesen, itt ugyanis, mint az országban több helyen már elkezdődött az egyik legegészségesebb és legfinomabb gyümölcsünk leszedése a fákról. Az itteni megyből főként konzervet készítenek és pálinkát főznek majd. De természetesen fogyasztásra is jut belőle, hiszen a termés most igazán kiválónak mondható. A betartalmi értéke is nagyon jó, nagyon sok antioxidáns van benne, én javaslom mindenkinek, hogy fogyassza a magyar medgyet. Ez most nagyon megy.
Ezzel a jelmondattal indította el az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum a hazai megyfogyasztást ösztönző kampányát. A szaktárc államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai megy termesztése nagyon szorosan összefonódik egy erős környezettudatos gazdálkodással. Ma a gyümölcsültetvényeink jelentős része, nagyságrendileg 33 ezer hektár, az részt vesz agrárkörnyezetgazdálkodási programban, vagy egyébként ökológiai gazdálkodást folytatnak rajta. Ez azt jelenti, hogy ott kisebb ökológlágnyommal, növényvédőszereket korlátozottan használva, lényegében egy környezettudatos gazdálkodás keretében tudunk mi fogyasztók friss és egészséges gyümölcshöz jutni. Jelenleg 2600 hazai gazdálkodó összesen 12-14 ezer hektáron termeszt meggyet, idén kifejezetten jó termésre van kilátás. Szerencsésen megúsztuk a tavaszi fagyokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy az idén is jut elég meggy a fogyasztóknak. Ez azt jelenti termésbecslésünk alapján, hogy 55-60 ezer tonna körüli termést tudunk betakarítani. És ebből idén csak nem 10 ezer tonnát külföldön is értékesíteni tudnak a termesztők, hiszen Európa egyik legnagyobb megytermesztő térségében, Lengyelországban a termés mintegy felét elvitték a tavaszi fagyok. Így felértékelődött a kiváló minőségű magyar megy iránt az igény a kontinensen, ami azt is jelenti, hogy jó felvásárlási árakban reménykedhetnek a gazdák. Ilyen és ehhez hasonló finomságokat lehet elkészíteni a megyből, ezért is, és persze azért is, mert egészséges, a következő napokban az Agrármarketing Centrum országszerte szervez kóstolókat, és recepteket is közzétesz majd. A legfontosabb üzenet pedig az, hogy arra biztatjuk a magyar fogyasztókat, hogy fogyasszák a magyar medgyet, hiszen kiváló minőségű, itthon, határainkon belül termet, és nagyon egészséges. Fontos, ahogy a múltban, így a jövőben is jelentős anyagi támogatást kaphatnak a megytermesztők. Így például öntözőrendszerrel ellátott, hagyományos vagy ökológiai művelésű ültetvények létesítésére, időjárási kockázatok elleni védekezésre és a megyfák ápolására szükséges eszközök beszerzésére. Ez lehetővé teszi, hogy még az ideinél is jobb termésre legyen kilátás a jövőben. Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatóknak Magyar Korvin-lánc kitüntetést adott át a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a Sándor palotában úgy fogalmazott, a rengeteg munka, évtizedek szakmai nehézségei, lemondások és küzdelmek sora beérett, hiszen mindketten a világ csúcsára jutottak oda, ahová csak kevesek érnek el. Nem csoda az a lélek mélyéből jövő öröm és megbecsülés, amely körülveszi a két magyar tudóst, hiszen a világ csúcsára jutottak. Oda, ahová csak kevesek érnek el. Ehhez nagyot kellett alkotni, világra szólót, olyat, amely minden ember hasznára válik. Mindkettőjük rendkívüli és nagy jelentőségű tudományos áttörést ért el. Mindketten olyan felfedezést tettek, amelyekre kutatók és tudósok sora tud építeni a jövőben. Emlékérmét bocsát ki az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank, Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatók kimagasló jelentőségi kutatási eredményei előtt tisztelegve, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Matolcsi György kiemelte, 14 magyar származású Nobel-díjas tartunk számon, ők a mi példaképeink. Hozzátette, a közgazdaságtudomány is sokat tanulhat a természettudományokból. Egy 22 járműből álló konvoj vonult ma végig az M0-ás autóút egy szakaszán, hogy felhívja a figyelmet arra a 22 közutas dolgozóra, akik munkavégzés közben vesztették életüket 2000 óta, többnyire figyelmetlen autósok miatt. Kezdődnek a nyári felújítási munkálatok, ezért is időzítették most arra a figyelemfelhívást. Az autópályákon épp úgy számítani kell munkavégzésre, mint az alsóbbrendű utakon. A Magyar Közút azt kéri a járművezetőktől, hogy minden esetben vegyék komolyan a munkavégzésre figyelmeztető táblákat. Lassítás és irányváltoztatás nélkül csapódott a terelést jelző táblákba egy személyautó az M3-as autópályán, ahol munkavégzés miatt egy sávra szűkül az út. Ennek a fehér autónak a vezetője sem az utat nézte, ő is letarolta a sáv elzárás jelző táblákat.
Ebben a két balesetben senki nem sérült meg, csak az autók törtek össze. A figyelmetlenség azonban sokszor sokkal súlyosabb következményekkel jár. 2000 óta a Magyar Közút 22 munkatársa vesztette életét munkaterületeken történt balesetben. Az ő emlékükre indult el 22 munkagép egy 22 kilométeres körre kedden reggel a Magyar Közút Dunakeszi mérnökségéről. A konvojban haladó járművek mindegyike egy-egy munkavégzés közben elhunyt közutas dolgozó nevét viselte. Az M0-ás autóúton rendőri felvezetéssel haladó autók a Csömöri lehajtónál fordultak vissza Dunakeszi felé. A látványos demonstrációval a Magyar Közút a szabályok betartásának fontosságára próbálta felhívni a járművezetők figyelmét. Azt kérik mindenkitől, hogy vegyék komolyan a munkavégzésre figyelmeztető jelzéseket. A cég egyébként a már bevált speciális energiaelnyelő berendezések mellett a gyorsforgalmi utakon Európában is ritkaságszámba menő óriás kivetítőket is használ a közúton folyó munkák előjelzésére. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Magyar Közút Európában egyedülálló módon próbál a közlekedés biztonságért tenni, ezáltal nem csak a saját dolgozóinak, kollégáinak az életét védi, hanem magát az utaknak a biztonságát is. A Magyar Közút 94 mérnökségén több mint 6000 szakember végzi az utak üzemeltetési és fenntartási munkáit. A mostani figyelemfelhívó akció az ő biztonságukat is szolgálja. A Magyar Közút ezekben a napokban országszerte több száz kilométeres szakaszon kezdi el a nyári útfelújítási munkákat, és folyamatosan zajlanak emellett az útkarbantartó munkák is. A közútkezelő azt kéri az autósoktól, hogy minden esetben tartsák be a sebességkorlátozásokat, és figyeljék a munkavégzés mellett kihelyezett táblákat, azért, hogy elkerüljék a baleseteket, és megelőzzék a veszélyhelyzeteket. A híradót Víg András tudósította Duna Bogdányból. És most a Nemzeti Sporthíradóval folytatja Dedecsik Ferenc, további híreinket pedig megtalálhatják weboldalunkon a hirado.hu címen.